Több mint 50 pályamunka érkezett a Berzsenyi Társaság felhívására szerte az országból, amellyel a Somogy folyóirat 50. évfordulóját ünnepelték. A vers és próza kategóriákban az emlékezés állt a középpontban. De itt nálunk, ahány a zsenge völgy, annyi sok fürge kis patak szalad, és a nyír és rekettyés sások között ravaszul fognak szárcsát és halat. A dombok sárga földje szépívű, erdőfog a hullámzó sok halom, vagy ekebodroszt a fodros tenger, mely fáradt szemnek zsongó nyugalom. Takács Gyula Szülőföldem című versének egyik részletével kezdődött a díjkiosztó ünnepség. A Somogy folyóiratot egyébként 1970-ben alapították újjá, de már addig is több tucat lapszámot megélt. Azért mondom, hogy újra alapították, mert tulajdonképpen volt egy somogyi írás, meg egy somogyi szemle előtte, és 1866-ban pedig Roboz Istvánnak volt egy Somogy nevezetű heti lapja. Úgyhogy ezek voltak az előzmények, és utána pedig másfél év szünet következett, mert hogyha most 1970-et nézzük, akkor nem 50 jön ki, hanem több. Akkor az 50 évforduló csak úgy jön ki, hogy tényleg köztem volt az a szünet. Érdekes megjegyezni, a szerkesztőbizottságban benne volt Dravecki Balázs, benne volt Klujber László, a nagy öregjeink, és azon kívül még Szijjártó István, aki sajnos ma nem tudott eljönni. Gondolkodik az ember egy ilyen évfordulónál, hogy mivel lehetne ünnepelni, és lehet ilyenkor például konferenciát szervezni. A konferencia nyilván olyan embereket, olyanokat hívunk meg, akik értenek a múltjához, értenek, hogy publikáltak közbe, de az nem szól mindenkihez. És azért gondoltuk, hogy országos szépirodalmi pályázatot hirdetünk, két kategóriába, vers és próza kategóriába, pályadíjasan, ami ugyancsak hizelgő és ugyancsak vonzó, és így alakult ki, hogy 37 pályamű érkezett be a vers kategóriába, és 17 pedig a prózába. Tulajdonképpen emlékezés akár a Somogyra, hogyha valaki már az előző Somogyokkal kapcsolatban volt, de ugyanakkor azt is mondtuk, hogy akinek az élete ebben az időszakban valamilyen fordulatot vett, vagy valahogyan kötődik Somogyhoz, Somogyországhoz, akkor természetesen azt is megírhatta. Köszönet illeti elnökünket, professzor urat, Szakály Sándort, mert minden pályázaton, amin részt veszünk, ő is igyekszik támogatni bennünket, úgyhogy a múlt évre is, meg ez évre is pályázati pénzekből megvalósult, mint a 4 szám. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékelte. A lényeg, hogy a művek szellemisége összhangban legyen a Somogy folyóiratéval. Belegondolunk, hogy 50 esztendő, ez már egy felnőtt kor, és azt kell megnézni, hogy vajon ennek az indulása, illetve fönnmaradása milyen körülmények között következett be. Voltak-e nehézségei, voltak-e problémái? Azt kell mondani, hogy volt egy időszak, amikor szépen fönntartották a folyóiratot, aztán jött a rendszerváltoztatás, amikor a folyóirat is átkerült egy kulturális művelődési társaság, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művelődési Társaság, Művészeti Társaság kiadásába. És ahogy akkoriban, illetve napjainkban is van, minden magyar folyóiratnak meg kell küzdeni a piacon. A küzdelem egyrészt azt jelenti, hogy olvasókat kell keresni, a másik pedig az, hogy támogatókat kell szerezni. Én azt gondolom, hogy a Somogy jelen pillanatban a magyar kulturális lapok, én így fogalmazok, hiszen az irodalmi lapból ez egy kulturális folyóirattá alakult át, amelyben természetesen ott van a szép irodalom is, de az volt a véleménye a főszerkesztőknek, már akik a utóbbi időben ezt a lapot szerkesztették, hogy a sok irodalmi folyóirat között elveszhet a Somogy, de adhat egy új szint a kulturális jellegével és megjelenésével, és ebben nagyon lényeges az, amit én mindig is vallottam és mondom most is, hogy a Somogynak alapvetően a Somogyban alkotókat és a Somogyból elszármazott alkotókat kell megtalálni. Ez nem azt jelenti, hogy másokat kizárnánk belőle, hiszen ha valaki megnézi, akkor a tanácsadó testületébe a folyóiratnak ott vannak a Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Nyugat-Magyarországról elszakított terület Burgenland vagy Erdély képviselő is, akik azt jelentik számukra, vagy az ő jelenlétük azt igazolja, hogy a Somogy nem csak Somogyországban marad meg, de Magyarországon és a határon túlra is kitekint. És én azt gondolom, hogy ezért kell valamit tennünk. Az én álmom az volt egykoron, és az álom nem valósult meg, tehát ezért még mindig álmodozok,
hogy ez a negyedéves folyóirat legyen két havonta megjelenő folyóirat, az az igazi, tehát egy kulturális folyóirat, egy irodalmi folyóiratnál a havi vagy a két havi megjelenés a lényeges. Hogy ezt sikerül-e elérnünk, nem tudom. 2014-ben én úgy fogalmaztam, hogy ezt kéne elérni, 2022-ben is úgy fogalmazok, hogy ezt kéne elérni, és remélem a következő 50 esztendőre már azt lehet mondani majd utódainknak, hogy elértük. Ha a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaságról van szó, akkor Takács Gyula neve megkerülhetetlen, hiszen Takács Gyula emlékházban szervezi a társaság a legtöbb olyan eseményt, amely Kaposvár kulturális életében legalábbis szerintem fontos és jelentős. Irodalmi estek, alkotói bemutatkozások vannak, beszélgetések, és ez hozzátartozik a mindennapjainkhoz. Hogyha abból indulok ki, hogy az internet világában ez mennyire nehéz feladat a szervezőknek, akkor azt hiszem, hogy nem tévedek, hiszen az emberek többsége már nem mindig veszi azt a fáradtságot, hogy elsétáljon néhány utcával odébb, hogy valamit meglásson, pedig azt gondolom, hogy a hely szelleme, nevezzük így Takács Gyulának egykori lakóházát, a mostani emlékházat, az meghatároz, és azzal nem kell és nem is tudja kivonni magát az ember. És én azt gondolom, hogy a társaságnak ez lenne az egyik fontos feladata, hogy próbálja az irodalomban, a kultúrában, ha szabad így mondani, a szervezői feladatokat is ellátni, és olyan előadókat, olyan művészeket hívjon meg, akikre érdemes odafigyelni, akik újat adhatnak a közönségnek. A másik pedig, amit én nagyon fontosnak tartok, szerintem ez a jövő útja nem csak itt, hanem mindenütt, hogy a fiatalabb nemzedékhez tartóknak bemutatkozási lehetőséget, fórumot biztosítani. A Berzsenyi Társaság a pandémia miatt csak kevesebb programot tudott szervezni, ezt szeretnék pótolni a következő hónapokban. Ősszel indítunk, általában könyvbemutatók, mert azzal nagyon elmaradtunk, úgyhogy szeretnénk az időközben mások által, vagy a somogyi írók-költők által megjelentett könyveket bemutatni, és Szabó Magdát is természetesen évfordulója lesz. Szabó Magdához meg Kecán Mariant, aki a debreceni Szabó Magda végülis házat hozta létre, őt akarjuk megnyerni, úgyhogy az lesz az őszi nagy durranás.